Szép napot kívánok mindenkinek, és ez itt nem más, mint a Marcia Agro csatornája, és én Mengyel Marcia vagyok. Ahogy láthatjátok, ebben a vlogban a gépkapcsolatunk ugye a MX Magnum 270-esünk, illetve egy 98-as IH tárcsa. Most csináljuk éppenséggel a magágyat a repcének. Ugye ugyanezt a földet csináltuk ugyanezzel az IH-val, csak az Express-szel, az a narancssárga tárcsával, az a rövid tárcsával. 8 órakor kezdtem el, majd mindjárt megnézem az időt. Azt mondja, hogy információ. Most van 10:30. És ugye láthatjátok, hogy ez a monitor nem az, ami szokott lenni. Ugyanis ez a FMX 1000-es monitorunk. Ez is most már beletüzemelve. Elzárjuk a levegőt, ne zavarjon a videóba. Ez is beletüzemelve, ugye ez kicsit újabb. Illetve sokkal több mindent tudna csinálni, ha fel lenne benne oldva, de majd lehet fel lesz benne oldva, mert tehát ebben már van izobusz. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon sok mindent fel lehet benne oldani, például ilyen talajszintezés, nyilván akkor a talajgréderre is kell egy antenna, és akkor úgy működne. Végül csak ennyivel tud többet, ugyanúgy RTK-s, ugye kicseréltük az RTK kábelt, visszakapta a sajátját, meg lett ragasztva, mert letört az antenna, egy ág lecsapta. Most kiírja nekünk, hogy hitch fault, ez a három pontnak a szenzora néha bevonyít ide. Ugye 7,3-mal megyünk, 9. sebességbe, 1500-1600-as fordulat között. Láthatjátok, hogy ki lett takarítva. Nem tudom, hogy hogy adja át a kép, itt van egy táska, arra tettem rá a cipőmet. Egyébként nagyon szép munkája van még. Talán ma elkezdünk vetni, csak előtte még gyorsan le kell hengerelni. Azt nem tudom, hogy arról lesz-e vlog. Mert ezt ugye nem sokára befejezem, egy fél óra. Már lehet kicsit több, mert még a forgókat is meg kell csinálni. Ezt a gombat pedig most itt úgy használom, hogy ezt lezártam, ezt a kört, ezzel itt. És akkor így be lehet nyomni. Most nem nyom be, mert akkor kikapcsolna. Van nálunk egy Milwaukee, hogyha fellazulna véletlen a tárcsán a tárcsalap, vagy a tárcsasor. Ugye ez a tárcsa, ez képes ilyenekre. Tegnap még ragadt egy kicsit, de mára már száradt annyit, hogy ne ragadjon be. Mert közben volt ugye, nem is tudom, egy 20 milli esőnk. Nem tudom pontosan. Úgyhogy ha minden igaz, akkor ebbe a földbe repce lesz vetve. Ha nem sikerül, akkor meg napraforgó lesz tavasszal. És a repcét is arról szerintem még nem is láttatok videót. A John Deere 740, dehogy nem láttatok, a drónos videót láttátok, amikor a klasszal együtt vett a kis nyúlvalan. Ez eléggé haladós meló egyébként. Majdnem 10 méter a tárcsa. Az előbb nem is váltottam fel tizedikben, mert ugyanígy bepattogott. Na
hatalmas, ugye lehetett látni, egy kicsit fölfele mentünk, azért battunk. Meg itt meg is szokott állni a víz. Lehet is látni, hogy a hátsó, visszaváltunk egyet. Lehet is látni, hogy a hátsó tárcsa sor ragad egy kicsit. Dolgoznak a pucolók. Itt is felmostam a padlót, lehet látni, hogy szép tisztelet, letöröltem mindent. Egyébként nagyon szépen vezett, tegnap este kalibráltuk be. Hát egy bő fél óra alatt megvolt. Nyilván még kell majd rajta finomítani egy kicsit. De elsőre nagyon nem rossz. Itt mutatja a igénybevételt a motornak, az 47%, 46. Ja igen, és amit el is felejtettem mondani, itt van ez a kapcsolónk, ezzel a chip tuningot tudjuk bekapcsolni, úgyhogy most közel 400 lóerős a traktorunk, amit visszakapott ugye azt a chip tuningot, amiatt, és most menjünk, csak lapozzunk oda a fogyasztáshoz. Pillanatnyihoz. Itt van 25,24,3, 22,1. Most kikapcsoljuk, kettő állásra van, az egyik az 5%-os teljesítmény többlet, a másik pedig 15%-os. Most kikapcsoljuk teljesen. 24, 26, 27. Hát egy 3-4 liter differencia. Visszaadjunk neki. 22-20. 22. A GPS-ünkön mindent is lehet állítani, itt például most az átfedés van berakva, de például a GPS jelminőséget is lehet berakni, és akkor ezt így mutatja, hogy hibás, közepes, jó, de például sebesség alapján is működik, tehát hogyha itt most visszaváltak egyet, akkor más színűen kéne festenie. Igen, más színűen is fest. Vagy jó, visszakapcsoljuk azért. Például magasság alapján is, nem, magasság. Itt lehet látni, hogy milyen magasan vagyunk, vagy jó, nyilván nem több méter. Itt van 86,7 és 87,6 méter között. Visszatesszük így átfedésre. Visszaváltunk egyet. Visszatesszük nullába. Itt kiírja, hogy kézi beavatkozás érzékelve. GPS. Erre a tizedikbe. Pioneer rádió, vagy hangszórók vannak, úgyhogy eléggé szól a technika. Megnézem, hogy be van a kapcsoló.
Azt hiszem tegnap néztem meg, hogy hány óra van már a motorolajban, amióta megcsináltuk ugye az összefolyást, és azt hiszem tegnap volt benne 55 reggel. Tegnap kijöttem, az volt egy pár üzemóra. Tehát most tartunk olyan kb. 60-nál, és most már megszíneződött azért az olaj. De nyilván azért is, mert ki kellett fújni a légszűrőt, mert már úgy el volt dugul, vagy addig ment át rajta a levegő. Azért is baszolódott annyira el, mert nem jó a motor levegőszűrőnek az elszívója, tehát nem szívja ki belőle a port. Na, majd az is meg lesz csinálva az ősz folyamán. Tegnap megpróbálkoztunk az Omicron 8 méteres kombinátorral, amit ugye húzott a klassz is, de az állandóan durt, illetve nehezebb is volt húzni, meg nem volt ilyen jó munkája. Még nem is lehetett ilyen, de lehetett ilyen gyorsan húzni, csak az nem volt ilyen jó. Majd most ma kap még egy gyűrűs engert, hogy ne párologjon ki ilyen gyorsan belőle a víz. Hát itt lehet vissza kell kapcsolni egyet. Ez itt szikesebb. Ugye ott látszik is a kombinátor. Itt a szélén jó munkája volt. Megint a három pontunk. A szenzorjával lehet valami, hogy szokott lenni ilyen vele. Szét kell szedni, mert mosáskor lehet kapott vizet. Igazából abba viszi a tárcsát, amelyikbe akarja. Most vagyunk 10-be, 11-be is úgy viszi, meg 12-be is úgy viszi. Jó, hogy 210 lóerővel el nem viszem a házatukba. Alapjáratba, nézd meg, alapjáratba. Ennyi. Alapjáratba. Gondolkodás nélkül. Nyilván 10 literrel többet fogyaszt úgy, de nem kell neki kétszer mondani, hogy induljon meg. El is visszük. Pont jó. Mondjuk a végére nem biztos, hogy elviszi, mert nem párhuzamos a két oldala a földnek. Mondjuk most nem is teljesen egyik oldalához sem értik, hanem kicsit régen, csak fordítva. Nem úgy, mint a tarlóhántáskor. Reggel, amikor elkezdtem csinálni, akkor pedig a viszko kuplung, vagyis hát a ventilátornak a viszko kuplungja nem akart bekapcsolni, és meg be is sípolt, hogy melege van, és meleg a víz, 92, nem tudom hány fokos volt. Úgyhogy meg kellett állni, de valamilyen mindig ezt csinálja, pedig újat vettünk bele. Lehet vissza kell vinni. Kicsit vizesebb azért fogja a technikát. Elkapar inkább. Itt lehet látni is, hogy már kell ki a búza, amit elszart egy kicsit a kombány.
mondja, hogy amióta elkezdtük, ez a 46. vonalunk onnan számítva. Tehát, hogyha itt rámegyünk, akkor itt vagy a letérési távolságot tudjuk nézni, vagy a sebességet. Így nagyobba. Visszakattintunk, akkor pedig újra a kettőt. Lehet ilyen északi tájolást is beállítani, és akkor így megy a traktor. Meg ebben van éjszakai mód, akkor sötét ez a zöld rész is, illetve ez is ilyen kékes árnyalatot kap, nagyon menő néz ki úgy. A tárcsára is kellett tenni tegnap két pucolót, hogy be ne ragadjon. Akkor szerintem most így megfordulunk, aztán megcsináljuk itt a forgót. Szerintem majd megcsinálom kézzel. Csak a szomszéd még mindig nem szedte össze. Védelmét a napra forgón. Villanypásztora. Hát addig be kell tenni, mert ott vál csoportot. Megpróbálom minél közelebb menni, hogy ne húzzuk el. Lehet veszek is fel egy AB egyenest. Sem menni, mert nem jobb utána leszedni a tárcsáról a kábelt, de nem is akarok elhagyni. Bezárjuk addig.
tegnap eljöttem kombinátorral, csak ugye megfordultam rajta a tárcsával. Szalmas. Igen, ezt is még egyszer meghúzzuk, ne legyen ennyire szalmas. Jó. Kiteszünk nullába, letesszük a tárcsát. Mehetünk előre. Megint a három pontunk. Szélét kijavítjuk, mert ez nem sikerül megtárcsáznom. Na, azt mondja, hogy itt kéne. Ez még meg sincs csinálva itt. Amikor sok eső van. Majd mindjárt visszafordulunk. Nem tudom, hogy ki kell-e benne itt a szalmásokból a repce, úgyhogy azért csináljuk még egy sorra. Egyébként ennek a monitornak sokkal jobb a érintőképernyője, sokkal jobban érzékel. Meg azért kellett ezt is most ezt hozni, mert a 750-essel majd vetünk a kis TS-re. John Deere vetőgéppel. Egyébként nagyon egyenesen vezet. Rajta is van a fólia, azért ilyen buborékos a kijelző egy kicsit. Váltsunk vissza, megint belejöttünk ebbe a foltba. Még egyet vissza.
szerintem majd a henger összetöri ezeket a kisebb-nagyobb rögöket. Csak lassan kell vele menni, hogy ne legyen ilyen hullámos nagyon. Az előbb, hanem kézzel. Festés, bekapcsoljuk. Kb. Egy 30 hektár, ugye ezt a földet kombinátoroztuk a klasszal, tavasszal. Visszaváltunk már sok. Hát az is egy pár héten belül arathatóba válik. Néhol elég érítve, mert a nyulak úgy kirágták, hogy vannak benne azért foltok, ahol nincs. Másabbat még megcsináljuk, aztán vissza is fordulok. Valami csak javít rajta. Lehet is látni, hogy ezt most csináltam, azt meg egy pár órával ezelőtt, hogy mennyivel szárazabb már is. Ja, azt mondtuk, hogy még ezt megcsináljuk, ezt a kis egyet. Hát, lehet ezt el is visszük. Látszódik, hogy mennyi a különbség, az már mennyivel szárazabb. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a vlogot. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Már több mint 1200-an vagyunk. Nagyon köszönjük, hogy ennyien feliratkoztatok. Nem sokára jönnek a további tartalmak is. Ugye most mondtam, hogy lesz hengerelés, vetés, aztán valószínűleg gyomfésűzés. Szóval ha tetszett, iratkozz fel, dobd rá egy lájkot, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!